Szolnok legyen egy kampusz, ami nem volt a Debreceni Egyetemen, tehát ez is egyfajta újszerűség volt a mi életünkben, és az volt az elvárás, és hála Istennek ez év szeptembertől 3 napja így is működünk, hogy a Debreceni Egyetem Szolnok kampusza, amennyiben a karoknak igénye van, hogy Szolnokon oktatási tevékenységet hirdessenek, bármilyen képzési formába, ahhoz Szolnok biztosítsa a helyszínt, és értelemszerűen olyan szakot hozzunk ide, amire a helyi gazdaságnak, a helyi oktatásnak, bárminek szüksége van. Gyakorlatilag egy olyan lehetőséget kínál a szolnoki szakképzés, most a Debreceni Egyetem, mint kijelölt egyetem, ez ügyben együttműködettem segítségével, hogy aki 8. osztály után a szolnoki szakképzés olyan részét választja, amivel a Debrecenitem tudja fogadni, akkor van egy egyenes ágú felívelése, ha okleveles technikussá válik a vége. Köszöntöm a Közügy Podcast nézőit, mint a címből is kiderül, olyan elsősorban városi és környékbeli témákkal foglalkozunk időről időre ebben a műsorban, amely szinte mindenkit érint. A mai első műsorunkban a felsőoktatás helyzetéről beszélgetünk, egész konkrétan a Debreceni Egyetem Szolnoki kampuszában folyó munkáról. Ebben lesz segítségemre Szalai Ferenc polgármester, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok! Sorrendben mondom, ülési sorrendben dr. Kálai Mária országgyűlési képviselő, köszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat, és dr. Szabó Attilát köszöntöm, aki a kampusz igazgatója, megbízott igazgatója jelenleg. Köszönöm szépen is a meghívást. Összeállt. Én olvasgattam a kampusz honlapját, és azon megtaláltam, hogy 45 éves a szolnoki felsőoktatás története, ha ezt a folytonosságot nézzük. Mégis azt kérem, hogy ne kezdetektől, hanem az elmúlt 10-15 évről beszélgessünk elsősorban, rátérve persze a mai aktualitásokra. Mit is kell a 2000-es évek elejéről, első feléről tudni? Talán ha a sorrendet betartjuk, akkor polgármester úr az első válaszjoga. Szerintem jó beszélgetés elé nézünk. Hogy mondjam az elején azt, hogy nekem annyi szerencsém van a szolnoki létemben, hogy én taníthattam a főiskolán, sőt, amikor polgármester lettem, akkor fizetés nélküli szabadságra engedett el a főiskola, és nagyon, nagyon sokáig a munkahelyem, másik munkahelyem végülis a főiskola volt, aztán utána nyilván egy idő után ez úgy megszűnt, de nekem nagyon-nagyon szép emlékek és évek kötődnek a szolnoki felsőoktatáshoz. Már csak azért is, mert nagyon-nagyon komoly emberekkel dolgozhattam együtt. Törzsök Éva asszonyt az első között szeretném említeni, hiszen az ő időszakában történt is volt az a döntés, ami szerintem a mai napig meghatározza a főiskola jelenét, jövőjét, hogy megépült az a kampusz, ami arról szólt, hogy igenis fejlődési lehetősége van a szolnoki felsőoktatásnak. Az előtte levő időszak szintén nagyon meghatározó volt, mert az előtte levő időszakról annyit, hogy nagyon-nagyon kúrens diploma volt a szolnoki diploma. A szolnoki diplomát szerző fiatalok minden helyezkedtek, és igen-igen magas pozíciókba is jutottak, mindenféle bankvezetői, pénzintézeti vezetői pozícióba. Én tudom mondani a húgomat, aki egyébként a budapesti hasonló főiskolára járt, majd lejött Szolnokra, és itt is elvégzett egy évet, mert az volt a hír, hogy itt azért érdemes tanulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép időszak volt. A mostani pedig, és itt képviselőasszonynak, Szabó Attila úrnak, aki dékánként mondom inkább, mert az is volt, ha minden igaz. Igen, egy évig. Nagyon-nagyon komoly munka volt az, hogy most arról beszélhetünk, hogy a szolnoki felsőoktatás nagyon stabil. A Debreceni Egyetemben... Veszélyben volt ez valaha? Nagyon-nagyon komoly veszélyben volt. Én azt most elárulhatom, hogy néhány évvel ezelőtt, hogyha a kecskeméti kapcsolódást nem sikerül megoldanunk, akkor most nincs szolnoki felsőoktatás. Van egy szép kampuszunk, ami nem tudom pontosan milyen szerepet töltene most be itt a város meg a térségben, de nem lenne szolnoki felsőoktatás. Nem kis munka volt az, hogy kapcsolódni tudjunk a kecskeméti felsőoktatási rendszerhez. Aztán kiderült, hogy az nem a mi világunk feltétlenül, mert ők is főiskolából indultak, mi is főiskolaként indultunk. Folyamatos feszültség volt közöttünk, hogy akkor ki mennyire tudja elfogadtatni magát a nagy magyar felsőoktatási rendszerben. Nem akarok részleteket mondani, majd elmondjuk, hogy kamerán kívül, hogy mi minden történt, de azt kell mondjam, hogy egy nagyon korrekt kapcsolatban
Talán a legkorrektebb az volt, hogy békében el tudtunk válni egymástól. És nincs harag, nincs semmiféle egymásra mutogatás, be kellett látnunk, hogy nekünk nem ez a vonalunk. Viszont a debreceni igen. A debreceni úgy indult el, hogy a rezidens képzés az egészségügyben hova telepíthető az országban, és rektor úr megkeresésére, ha jól mondom Attila, akkor tudnánk-e itt helyet adni a rezidens képzésnek. Na aztán ez bővül tovább, és most azt kell mondjam, nagyon nagy köszönet egyébként Attilának, dr. Szabó Attilának. Tavaly 85-en, most meg 396-an, 4-en nyertek felvételt, 394-en nyertek felvételt a szolnoki kampuszára a debreceni egyetemnek. Ez egy hihetetlen szám. Tavaly ilyen mikronnyi esély volt arra, hogy ezt valahogy tudjuk növelni, de olyan marketing stratégia került a felsőoktatás megkirelése mellé, amivel szerintem számos helyen az országnak újra tudták azt, hogy Szolnokon az felsőoktatás beindult. Képviselőasszony pedig nyilván a szakmájából fakadóan is, hiszen az oktatás nagyon-nagyon magas szintet, az oktatás magas szinten mívelő PhD fokozatú tudós ember ez ügyben, meg parlamenti képviselő. És mindent meg tudott az ügyben szervezni, lobby erőt mögé rakni, hogy most itt arról beszélgethessünk, hogy a Debrecen Egyetemmel a kapcsolatunk rendben van. Nyilván itt is vannak problémák, itt is meg kell oldani még néhány dolgot, hiszen ez az első olyan év, amikor úgy igazából kapcsolódunk, de csiszolódni kell egymás mellé, és akkor rendben leszünk. Tehát rendben van a szolnoki felsőoktatás, nagyon jó kapcsolódásunk, nagyon komoly munka folyt, és aki azt gondolja, hogy bárki ártott ebből a három emberből ennek a rendszernek, hát azt cseréljen velem helyet. Cseréljen helyet az Attilával. Képviselőasszony, hogy látja ugyanezt? Hasonlóan látom, illetve pörgött előttem a film, mert azért azt látni kell, én emlékszem azokra a tárgyalásokra, amikor például a PPP kiváltása milyen típusú nehézséget jelentett. El kell mondanunk azt is, hiszen Magyarország kormánya a csalásstratégiája pont azzal száll szembe, hogy az egész felsőoktatási rendszer Magyarországon, nem csak Magyarországon, Európában is, egy csökkenő gyermeklétszámmal is küzd. És igazából egy ilyen változott környezetben kellett helytállni. Soha nem volt kérdés az, hogy a szolnoki felsőoktatást 46 évét megbecsülni. Hogyha figyelünk rendezvényeken, tudnánk sorolni közösen azokat az embereket, akiket polgármester is említett, hogy mindenki büszke arra, hogy itt végzett. Ez a büszkeség, ez a jó érzés kötelez is mindenkit, minden nemzedéket kötelez arra, hogy a felsőoktatást megőrizze. Minden összefügg, gazdaságfejlesztés, térségfejlesztés, felsőoktatás, de látni kell azt is, hogy rugalmasan kell változtatni az igényekre, a keresletre. És vannak különböző prioritások, és azzal, hogy most egyszerre 3,6-szeres lett a felvett hallgatóknak a száma, egy óriási ugrással, egy mennyiségi, hallgatói mennyiségi ugrás, nyilván ez nem azt jelenti, hogy itt a vége a munkának, hiszen ezt tovább kell folytatni, és nyilván ahogyan a város gazdasági szerkezete alakul, ahogyan reményeink szerint a vasúti gépgyártás, a műszaki kvázi pályaorientációs piac változik, én azt gondolom, hogy a képzésnek is követni kell, hiszen nem titok az, hogy amikor a Stadler Szolnokra telepedett, az első kérdés az volt, hogy alumínium heggesztésben milyenek vagyunk. Tehát képzés, gazdaság nagyon szorosan összefügg, és azt gondolom, hogy mindenkinek köszönet. Köszönet a egyetem kampuszának, minden munkatársának, Szabó Attilának, nyilvánvalóan polgármester úrnak és a magyar kormánynak, felsőoktatási államtitkárságnak abban, hogy sikerült egy új karhoz csatlakozva olyan igényt kielégíteni és megszólítani olyan hallgatókat, akik igent mondtak Szolnokra. Ezzel nyilvánvaló erősödik egy diákélet, erősödik, láthatóvá válik egy létszám, láthatóbbá. Én azt gondolom, hogy munka rengeteg van, ezen az úton kell menni tovább, hogy ez így erősödjék. Attila, pozícionáljuk a szolnoki kampusz helyét, jelentőségét most első körben a Debreceni Egyetemen belül. Hát 2018. decemberében, amikor gyakorlatilag először ültünk le ugyanebben a körben rektor úrral, kancellár úrral, akkor ugye ők a legpozitívabb, ugye akkor én, bocsánat, picit szóval 18. decemberében, vagy szeptemberében lettem dékán, az egy érdekes történet megint, kikapcsolt mikrofonok mellett, hogy milyen időszakban lettem megbízott dékán, valószínűleg nem sokan vállalták volna el, és akkor én még szeptemberben nem tudtam, hogy majd decemberben arról beszélünk, hogy Magyarország legnagyobb vidéki egyeteméhez lesz esélyünk csatlakozni, és most nem arról volt szó, hogy bármelyikünk innen fölvette volna a telefont, és hogy
nem-e vinnétek el minket, mert nem érezzük jól magunkat Kecskeméten. Ez fordítva volt, és soha nem fogom elfelejteni, mit mondott rektor úr ezen a decemberi megbeszélésen, hogy úgy tekint a Szolnokra, mint egy kis ékszerdobozra, amiben ő egy hatalmas fejlesztési lehetőséget lát. Tehát innen indultunk el, hogy volt egyfajta megbecsülés, előzetesen egyfajta bizalom. Ők pontosan tudták, hogy mi mivel küzdünk. Ugye a kecskeméti házasságban, én ezt szoktam mondani, ugye ott az volt, hogy ott volt még egy feleség, a szolnoki feleség mellett, hiszen akkor ők nem szándékosan, de ők kamarabb 14-ben elkezdték felépíteni a saját gazdaságtudományi karukat. Mi megbementünk egy gazdasági, műszaki, agrár felsoktatással ebbe a közös rendszerbe, és értelemszerűen két gazdasági kara volt egy egyetemnek, ami nem feltétlenül ideális helyzet. Igaz, hogy a portfóliót, a képzési területet felosztottuk, de ez hosszú távon látszott, hogy ez nem tud működni. 60 kilométeren belül a hallgatói versengés miatt saját magának csinált az egyetem konkurenciát. Ugye a debreceni csatlakozás után, és már a decemberi megbeszélésen az hangzott el kancellár úr szájából, hogy Szolnokon nem lesz kar, mert minek, és tökéletesen igaza van, hiszen a Debrecen Egyetemnek 14 jól működő kara van, nagy hagyományú kar. Ezek Debrecenben? Ezek mind Debrecenben. Egy-kettőt kivéve ugye a Nyíregyházában az egészségügyi kar, Hajdúböszörményben pedig az óvónőképző és az ezzel kapcsolatos tevékenységet végző kar. És akkor ő azt mondta, hogy Szolnok legyen egy kampusz, ami nem volt a Debreceni Egyetemen, tehát ez is egyfajta újszerűség volt a mi életünkben, és az volt az elvárás, és hála Istennek ez év szeptembertől 3 napja így is működünk, hogy a Debreceni Egyetem Szolnok kampusza, amennyiben a karoknak igénye van, hogy Szolnokon oktatási tevékenységet hirdessenek, bármilyen képzési formába, ahhoz Szolnok biztosítsa a helyszínt, és értelemszerűen olyan szakot hozzunk ide, amire a helyi gazdaságnak, a helyi oktatásnak bárminek szüksége van. A másik nagy előnye Szolnoknak, ami a gazdasági képzéseknél nem, de az egészségügyinél látjuk, hogy az elhelyezkedése, a földrajzi elhelyezkedése az rendkívül jó. Tehát most már mi eddig azt láttuk, hogy Budapestre mennek a gyerekeink, most azt látjuk, hogy Budapestről jönnek a gyerekek gyógytornász meg dietetikus képzésre, mert hogy az a pesti gyerek is el szeretne otthonról menni, és nem biztos, hogy a pesti egyetemekre járni. Az, hogy a vasút, az M4 igaz, hogy nem ért még el, mondjuk a kampuszig nem is fog soha, de a város határába ott van, az nekünk óriási előny. Látszanak ezeken a számokon. Tehát amikor itt polgármester úr mondta, hogy mekkora munka az, és akkor azt tegyük hozzá, és ez minden kollégámnak, a dékánoknak is hatalmas nagy elismerés, hogy ezt mi egy olyan időszakban csináltuk, amikor COVID-3 és COVID-2 hullám volt. Azaz a hagyományos beiskolázási eszközökkel én, a kollégáim, mi nem tudtunk elmenni középiskolába. Ha mehettünk volna, ott gyereket nem találunk, mert otthon van, mert online oktatás, és mégis olyan számokat hozott a Debreceni Egyetem a 3 kar összefogásával és az itteni politikai, társadalmi összefogással gazdasági, ebben nagyon nagy munka van. Tehát ez nem az én, csak az én, nem csak Marikának, Ferinek a munkája, hát valószínű, hogy sokáig sorolhatnám ilyen stáblistába, hogy kik az, akik ehhez hozzátették, hogy ilyen számokról tudunk beszélni. Mikor érzi jól magát egy ilyen jellegű, vagy ilyen nagyságú iskolaoktatási intézmény egy városba? Ugye elmondtad, hogy közlekedés, infrastruktúra, pozíció, hely, meg az itt folyó korábbi munka, gondolom én. Hát az mindenféleképpen, tehát azért annak a 45 éves múltnak itt van hagyománya, tehát itt az oktatói gárda, annak 90% egy gazdaságtudomány, tehát a gazdasági karnak vagyunk az oktatói. Az más kérdés, hogy az egészségügyi szakok elindulása, az egy teljesen új helyzet. A karok kezdik fölépíteni a saját oktatói bázisukat, ez nem megy egyik napról a másikra, mert hogy azért lássuk be, hogy itt az elmúlt 30 év felsőoktatási stratégiája, politika, az nem mindig volt, én azt gondolom, egy jó irányba víve, és generációk maradtak ki, például műszaki képzés, egészségtudomány, nem az orvosra, tehát a gyerekek, a munkavállalók nem mentek tovább mester PhD, azaz hiányoznak az oktatók bizonyos területekről. Tehát a fehér hollót hamarabb talál mondjuk a Debreceni Egyetem, mint hogy
PhD-val rendelkező gyógytornász Magyarországon, aki szabad kapacitással rendelkezik, de sajnos mondhatnánk a mérnöki területet, ha már a vasút szóba került, nem egy beszélgetésünk volt Husi Géza dékán úrral, Ajler Piroska rektorasszonnyal, aki a Debrecen Egyetemen pont a műszaki képzések fejlesztésért felelős. Ez egyfajta probléma, de látjuk, hogy milyen problémával küzdünk, mi az, amit meg kell ugorni, és ugye ez egy 2,5 éves munka, hogy egészségtudományi képzések indultak. Én 19 márciusától a mai napig minden nap, nem tudom hányszor, egyeztetek a dékán asszonyokkal, hogy ez a képzés, ha már elindult, és szerencsére elindult, ez jól működjön. Mert nincs annál rosszabb, hogy valami elindul, és annak rossz híre lesz azért, mert nem megfelelő minőségű a képzés. Gyertel átérünk arra, hogy a szolnoki intézmények hogyan fogadták, vagy mennyire volt fogadókész, hogy az egészségügyi intézmények a gyakorló helyként, de előtte meg kell kérdezem, hogy helyben így látjuk, de nagy összefüggésben föntről mi látszik Szolnok tekintetében? Nyilván egy határozott jövőkép, azt gondolom, hogy minden egyes egyeztetésnél az felsőoktatási oktatási irányítás is természetesen ott volt és támogatott és segített bennünket. Van egy úgynevezett fokozatváltás a felsőoktatásban, már jó néhány éves stratégia, annak van számomra egy kedvenc oldala, ami attól látszik, egyértelműen látszik, hogy hol vannak azok a üres foltok, amire lehet építeni. Óriási felelősségünk az, amit most kampuszigazgató úr is elmondott, hogy a beiskolázás módja, hiszen a térségben, ha egy Szolnok középponttal egy nagy kört leszúrunk, akkor nagyon sok olyan középiskola van, ahol minden középiskolásnak vágya az, hogy elmenjen otthonról. Ha elmegy otthonról, akkor eljöjjön Szolnokig, nem kell menni a Budapestig, stb. Stb. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a térségben felsőoktatás továbbra is maradjon. A felsőoktatásnak a vonzereje meggyőződés, hogy ez a 392 hallgató, ha jól dolgozunk, akkor akárha levelezős is viszi a hírét Szolnoknak, viszi azt, megérinti az a helyi közösség, társadalom, kulturális lehetőségek, sport lehetőség, élhetőségi mutatók, amelyek vonzóvá tehetnek egy város, természetesen az egyetem hallgatói tanárainak az oktatói munkáján túl. Én azt gondolom, hogy az a stratégia, ami ma a magyar felsőoktatás irányítását jellemzi, fókuszál arra, hogy hogyan tudnak fejlődni a nagy egyetemek, de a nagy egyetemeknek nagyon komoly térségfejlesztés szerepe is van. És azt gondolom, hogy a térségfejlesztés, gazdaság erősítése, munkaerőpiac, gazdasági igények, ezek nagyon komolyan összefüggő dolgok, és ezek jó lépések, amerre elindult jelen pillanatban a felsőoktatás Szolnokon. Polgármester úr? Az intézmények, hogy hogyan fogadták? Szóval nyilván mindenképpen volt fenntartás, hogy hogy lesz, mint lesz. A másik oldalon pedig, hogy ha beindul az egészségügyi képzés, akkor a szolnoki egészségügyi szakközépiskola, a nagy szakközépiskolai rendszer részeként, hogyan profitálhat ebből? Vagy a műszaki képzést, hogyha el tudjuk indítani, akkor ők hogyan tudnak ebből profitálni? És talán 3 hete voltunk Debrecen, mert egy hónapja? Július végén, igen. Igen. Amikor arról beszéltünk, hogy de akkor a gépipari szakközépiskolát, az egészségügyi szakközépiskolát adjuk át a Debreceni Egyetemnek. Hát mondtuk, hogy mit. Hát azért már mégiscsak. De aztán ugyan ők jöttek a másik gondolattal, hogy nem hogy is... Hogy alájuk dolgozna? Vagy igen, hogy... igen. Tehát az gyakorló iskola, igen. Mondjuk így értelmezhető lenne. De aztán abban maradtunk, hogy mi ezt nem adjuk oda. A Debreceni Egyetem pedig rögtön partner volt benne, és egy olyan együttműködés körvonalazódik, ami arról szól, hogy a technikusi képzés, jól mondom? Okleveles technikusi képzés időszakában olyan mennyiségű kreditpontot lehessen összegyűjteni, ami segít abba, hogy be lehessen jutni az egyetemre. És ha jól mondom, akkor az alapképzés szintjére, vagy a felsőfokú szakképzés szintjére, mind a kettőre. Na, hát igen, hogy maga a szakképzési törvény engedi ezt, és itt annyi a fontosság, hogy aki 8. választja majd, vagy most is már választ egy szakképzési centrumot, hogy ő szakmát tanulna, és ő már hajlandó, hogy ő akkor 6 évig jár, tehát oklevesi technikusként végez, akkor minden szakképzési centrumnak lesz az adott képzési területre, műszaki, egészségügy, gazdaság, stb. Egy partner egyeteme, ahova egyenes út van annak, aki okleveles technikusként, mert a szakmai vizsgája az emelt szintű érettségit kiváltja, az okleveles technikus 2 év pedig 30 kreditet jelent, le tudja rövidíteni az egyetemi tanulmányait.
Tehát ez egy nagyon-nagyon, és hát ha itt van helyben, nekünk ez nagy lehetőség. Tehát ez azt jelenti, akkor, ahogy én magamnak fordítom, hogy a 6 éves képzés után egy másik 2 éves képzést kap az egyetemen, amiből felsőfokú végzettsége lesz. Akár egészségügy, akár műszaki, akár gazdasági területen. És a felvételit kiváltja. Tehát gyakorlatilag egy olyan lehetőséget kínál a szolnoki szakképzés, most a Debreceni Egyetem, mint kijelölt egyetem, ez ügyben együttműködő egyetem segítségével, hogy aki 8. osztály után a szolnoki szakképzés olyan részét választja, amivel a Debrecen Egyetem tudja fogadni, akkor van egy egyenes ágú felívelése, ha okleveles technikussá válik a végén. Tehát be tud jutni 8. osztály után jó tanulási eredménnyel a Debreceni Egyetemre. Tehát azt gondolom, hogy ez a kínálat, amit most Attila tökéletesen fogalmazott, én meg úgy viszonylag, azt jelenti, hogy a magyar a szolnoki szakképzésben végző gyerekek megfelelő tanulmány eredménnyel bekerülnek az egyetemre. Ennél nagyobb lehetőséget én nem tudom, hogy ki tudtunk volna gondolni, és amikor Debrecenre mentünk, szerintem Attila tudta, én nem tudtam, hogy van egy ilyen lehetőség, ők már tudták, és nagyon-nagyon komoly az ilyetén együtt gondolkodás sikere ilyenkor. Hogy azt mondja egy kancellár, egy rektor, egy elnöke a kuratóriumnak, hogy na gyerekek, kedves Szolnoki, akkor egy ilyen lehetőséghez mit szóltak? És ez egy nagy dolog, és én azt gondolom, hogy ilyenkor a szolnoki intézmények abba kell majd, hogy gondolkozzanak, hogy a gyerekeiket hogy képzik erre a szintre. És akkor itt azért van egy kérdés, hogy szabad-e nekünk a gyerekeket szolnoki képzésben tartani, avagy elengedni kell? Mondok egy sportpéldát, ha itt valaki triatlonban világszám, csak azért, mert Attila triatlonos, és most még az Ironman-en is nem tudom milyen hihetetlen eredményt ért el, teljesítette, hogyha valaki a triatlon szakosztályban Szolnokon olyan képességűnek látszik, hogy itt már a fejlődése nem garantált, akkor el kell engedni. Sőt, segíteni kell, hogy hova menjen, hogy olimpikon legyen, vagy bármi legyen. De ez felelőssége a szolnoki kampusznak is, a szolnoki szakképzésnek is, hogyha egy gyerek itt mondjuk, nem tudom, orvos akar lenni, és sebészorvosként akar majd dolgozni, annak nem a szolnoki kampuszba kell tanulni, annak el kell menni Debrecenbe, vagy a Semmelweis Egyetemre. Mert a gyerekeink világlátását, a nagyon magas szintű képzését, azt biztosítanunk kell. Mi azt gondolom, hogy magas szintű képzést tudunk, de ennél magasabb is van a világban. És aztán azt teremtsük meg lehetőségként, ezt akarja most mondani képviselőasszony, hogy visszajöhessen. Hogy örüljön annak, hogy utána ő szolnokiként ide visszajön. Teljes egyetértésben, inkább tovább folytatni szerettem volna. A Debrecen Egyetemnek nagyon komoly erőssége a mentorálás is. És pontosan, amit polgármester úr mondott, azzal egyetértve, az kiegészítve azzal, hogy vannak a megyében, a térségben, a környezetünkben esetleg olyan családok, olyan hallgatók, vagy olyan tanulók, akinek meg segítség kell ahhoz, hogy a felsőoktatásig eljussanak. Erre nagyon sok példát tudok mondani a Debrecen Egyetemről, arra is kínált lehetőséget, hogy MN szintű érettségéhez úgy eljutatni egy közös projektben hallgatókat, vagy jelentkezőket, akinek hiányzott eddig az MN szintű érettsége, képessége megvan hozzá, és onnan egyenesed az egyetemre. Tehát azt gondolom, hogy a világ úgy kerek, hogy a lehetőség szerint árnyaltan próbál gondolkodni, és amit polgármester úr mondott, nagyon fontos, de fontos a másik végével is foglalkozni, akinek hiányzik valami ahhoz, hogy egyébként kiváló gyógytornász, kiváló felsőoktatási hallgató legyen. Én ezt a Debrecen Egyetemtől láttam, tanultam, és nagyon jó rendszere van, ehhez mindenképpen kapcsolódnunk kell, hogy hogyan tudunk segíteni, ahol erre szükség van a megyében. Annyi kiegészítésem lenne, egy kicsit kiigazítva vagy polgármester urat, hogy a egészségügyi képzési területen a szakképzési centrummal ez a kapcsolat már megvan, az már biztos. A műszakin és a gazdaságtudományi területeken ezek a tárgyalások elkezdődtek, és itt az a fontos, hogy a végén a befutó a Debreceni Egyetem legyen. Tehát, hogy itt múlt héten mi Kalmár Andrea, a főigazgató asszonnyal beszélgettünk, és ő is mondta, hogy akkor itt az ideje, hogy akkor ezeket a beszélgetéseket vegyük föl, induljon el, hogy ezen a két nagy területen is, amihez Szolnok, illetve maga a Debreceni Egyetem tud kapcsolódni, hogy a szakképzésből egyenes út legyen a Debreceni Egyetemre. Én nekem hivatalból is ezt kell mondanom, de szolnokiként is nem fogok direkt más egyetem nevét mondani, de én se örülnék neki, ha a Szolnoki Szakképzési Centrum más fővárosi vagy vidéki olyan egyetemmel szerződne a műszaki képzési területre, amit nem Debreceni Egyetemnek hívnak. Abszolút így van. Tehát hogy ez az érdekünk, Debrecennel erősödjünk a lehető legmagasabb szintre. Elszaladt a műsoridő, de én még
Egy kérdést szeretnék föltenni, és mindenkitől egy választ várni. Mitől értékes egy diploma? Mitől lehet értékes egy szolnokon szerzett diploma? Az, hogy szolnokon szerzik. A legfontosabb. Mit is mondanak? De aztán, amit úgy remélem, hogy sugalt a mai nap, hogy olyan minőségi képzés kell, tehát Attila mondta, olyan minőségi képzés kell, amit utána büszkén vállal végzett hallgató, bentlévő hallgató, szülő és a város. És akkor a hírét úgy visszük a szolnoki felsőfokú képzésnek, hogy ide érdemes jönni. Ebben azt gondolom, hogy a Debrecen Egyetem határtalan minősége, mert az van. Nagyon sokat tud segíteni. De nekünk ez egy nagyon nagy kihívás, mert nekünk újra azt kell tudnunk megtenni, amit ha már 45 évről beszéltünk, tudott a szolnoki főiskola annak idején. Vissza kell tudni jönni ide. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ha a tanárok olyan képzettségűek legyenek, és olyan lelki beállítottságúak, hogy ők szolnokivá válnak, hogy a szolnokiságot erősítsék ebben. Én azt gondolom, hogy ennek nem rövid távú kifutása van. Itt azért ez egy 5-10 év lesz, mire ez úgy teljesen felerősödik, de jól indultunk. Hát azért, hogy nagyon magunk közt akkor vagyunk, akkor nem bíztunk nagyon abban, hogy szeptember 1-én így indul el az egész. Mondhatom. Tavaly. Sőt. És igazából biztos vagyok benne, hogy 23-ig a műszaki képzés el fog indulni. Aztán utána meglátjuk, hogy még mit lehet hozzá kapcsolni. De Marika mondta, vagy mindketten, hogy sziszi-fuszi a munka. Tehát itt nap, mint nap valóban ott kell lenni a dékánoknál, nekünk a rektornál, a kancellárnál, a kuratórium elnöknél, és nyomni. Mert azért ez tehát nem kevés ellenfelünk is van ebben a kérdéskörben. Amikor a polgármester azt mondta, hogy sziszi-fuszi a munka, akkor én azt írtam le, és elég sokan hallottak tőlem abban az időben, amikor megtudtuk a felvételi számokat, hogy lám-lám, a nagyon kitartó, szívós, kemény munka eredményt hoz. És én ezt így is gondolom egyébként, főleg így utólag visszagondolva, ami pedig a diploma konvertálhatóságát illeti, én azt gondolom, hogy a polgármesteron elmondottakon túl, úgy generálisan fontos az, hogy egy gondolkodásmód, egy életforma, egy továbbépíthető tudás, egy társadalmi szerepvállalás, egy értelmiségi lét, nagyon fontos kérdés. Természetesen ugyanolyan megbecsülendőnek tartom a rendszerben egy jól végzett szakképzést, hiszen a szakképzési mostani fejlesztési időszak is egy nagyon komoly fejlesztés jelent. Én azt gondolom, hogy egy helyi közösségben meg kell találni mindenkinek azt a helyét, ahol a legboldogabban tud élni, kemény munkával a képessége tényleg a maximumát tudja nyújtani. Ez nem kis feladat az óvodától elkezdődve a családokkal együtt. Diploma értéke. Hát én azt gondolom, hogy aki még emlékszik a szolnoki főiskola logójára, én még azért emlékszem, meg csak előkerül, amikor az rajta volt, hogy láttuk a diplomán, az önmagába a piacon érték volt, ahogy polgármester úr is mondta, ez tényleg így van. És akkor most jött egy olyan logó, ami a Debrecen Egyetem logója, ami lassan egy 500 éves logó, ami meg arra kötelez minket itt szolnokiakon, hogyha már mi oda kerültünk ez a hatalmas közösséghez, hogy ezt folyamatosan azt a logónak az értékét, a brandjét mi minimum megtartsuk, de a saját, ahogy polgármester úr is mondta, a saját szolnokiságunkkal, vagy a saját adottságainkkal, ami nem kevés van egyébként, lásd gyógytornász, rehabilitációs központ, stb. Azzal, ami tőlünk jön, azt mi hozzárakjuk. Én azt gondolom, hogy nem maga a papír, hanem majd, ahogy itt elhangzott, 5-10 év múlva, amikor remélhetőleg a most beiratkozott gyógytornászok 10 év múlva tartják az első évfolyam találkozójukat, eljönnek vissza a kampuszba, akkor arról fognak beszélni, hogy milyen jó volt itt tanulni, mennyi tapasztalatot szereztek, és az ő munkaadóikkal, majd a kórházigazgatókkal, állami, nem állami egészségügyi ellátó intézmény, mennyire jó munkaerők voltak, de ugyanez igaz a működő gazdasági képzéseinkre. Az egy hatalmas kihívás, hogy mondjuk az én szívem csücskét a turizmus vendéglátást, amihez mindenünk van Szolnokon, tanszálloda, étterem, stb., hogy lehetne gyakorlatilag a Főnix hamvaiból föltámasztani, és ez nem csak szolnoki specialitás, sajnos az egész országban ez iránt, a szak iránt nagyon csökkent a kereslet. Mint elment a műsorüdő, csak gyorsan mondanám, mert az Attila most valami nem mondta, de túl a turizmus vendéglátás mellett szeretnénk a sportvonalat is vinni. Tehát a sportvonalnál végig kell gondolnunk, hogy mi mit tudunk, de a városnak sportturizmusa, a minőségi sportja, az utánpótlás sportja, a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése magasabb szinten van, mint bárhol az országban.
Tehát ehhez nyugodtan lehet kapcsolni. Nyilván itt a debreceniekkel nagyon-nagyon komoly beszélgetés kell, mert náluk működnek ezek a képzési rendszerek, amelyek ide kapcsolódóak. De azért van egy olyan üzenetünk innen, amit most a miniszterelnök is megfogalmazott, hogy a felsőoktatásban legyen kötelező testnevelés. Szolnokon ez volt. Az első két fél évben megtanítottuk úszni a gyerekeket, bocsánat, a hallgatókat, és utána menedzser sportnak hívtuk, hogy tanuljon meg teniszezni, szvassolni, lovagolni, vitorlázni. Mert utána a kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköz az, hogy olyan közösségben legyek, golfunk nincs, mert akkor a területünk nem volt, hogy olyan helyekre tudjak menni, klub életbe vagy bárhova, ahol a megfelelő emberrel tudok kapcsolatot teremteni. De ez kellenek ezek a tudások. És ebben azt gondolom, hogy kampuszigazgató nem csak hogy partner, hanem szerintem egy zászlóvívő. És ez egy fontos dolog. Bocsánat, hogy... Köszönöm szépen, kegyetlen dolog az idő, mégis azt mondom a végén, hogy jó lenne most így négyünknek bejönni egy időgépbe, aztán 5 vagy 10 év múlva ugyanide visszajönni, vagy lepörgetni azért, hogy mi valósult meg mindezekből a gondolatokból. Én azt gondolom, hogy szinte már ha fele én az is. Nem merem, mert nem mindegy. Borítékban, igen, hogy a szépen sorrendben nem így. A munka eredményt hoz. Rendben, nagyon szépen köszönöm vendégeinknek a hasznos beszélgetést, kedves nézőinknek pedig a kitartó figyelmet, reméljük segítettünk azoknak a szülőknek és gyerekeknek, vagy leendő hallgatóknak, akik még ezután gondolkodnak a továbbtanuláson, meg hát szinte minden szolnokinak abban, hogy megismertessük önökkel, hogy mi is a jelentősége a felsőoktatási képzés Szolnoki létének. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!